Ismét becsengettek az iskolákban, igaz csak az alsó évfolyamok növendékei térhettek vissza az intézményekbe, már is gyerekzajtól hangos a folyosó, és a termek megteltek élettel. Már nagyon vártuk őket, mert egy iskola csöndességben nagyon rossz, úgyhogy a gyerekzsivajt élveztük is, a kollégák mondták is, hogy milyen jó, hogy már újra halljuk a gyerekek zajongását. Nagyon örültek egymásnak, újra elmondtuk nekik, hogy a kézmosás, a fertőtlenítés, tehát ezek a járványügyi szabályok továbbra is élnek. Ennek ellenére is élvezik a gyerekek az itt létet. Órán megengedjük, hogy levegyék a maszkot, a közösségi terekben azonban hordaniuk kell, meg a szünetben, amikor közelebb mennek egymáshoz, akkor is fel kell venniük a maszkot. Másrészt készültünk is, vártuk őket, új feliratokat tettünk az ajtóra, hogy érezzék, hogy tényleg nagyon hiányoztak nekünk. A kertben is csináltunk kiskerítést, és minden ilyesmivel készültünk. Az online oktatás ideje alatt történt lemaradásokat még most mérik fel, mondta el Fábrikné Király Klára, az intézmény vezetője. Mi azonban folyamatosan mítes órákat tartottunk, tehát majdnem olyan volt, mint egy jelenléti oktatás. A visszajelzések is azt mutatták a szülőktől, vagy a szülők részéről, hogy a tavaszinál még jobban sikerült ez az időszak, mert akkori problémákat próbáltuk most kiküszöbölni. Egy zárt rendszert vásároltunk az iskolának, és minden gyereknek saját e-mail címe van, és így nem lehet más idegennek belépni ebbe a rendszerbe, és így a pedagógusok folyamatosan ott voltak, a gyerekeket segítették a munkában. A hiányzásra én nagyobbra számítottam, szerencsére nem, tehát azt tudom mondani, hogy a közel 120 alsó tagozatosból 12 az, aki hiányzik. Az intézmény már nagyon várja a május 10-i nyitást, hiszen akkor már az általános iskola felső tagozatos diákjai is visszatérhetnek az iskolapadokba.